A diplomata, a nagykövet az a személy, akit azért küldenek külföldre, hogy egyen a hazájáért. Ezeket a szavakat öntől kölcsönöztem, egy előadásán hallottam. Valóban így gondolják ezt az emberek, hogy mindössze ennyi a feladata egy nagykövetnek? Sokszor az látszik a nagykövet tevékenységéből és a diplomaták tevékenységéből, hogy fényes autókon, elegáns helyekre mennek, szépen fölöltözve, és pezsgőt isznak, és vacsoráznak, ebédelnek, reggeliznek. Ez valóban így van néha, de ez része a munkánknak. Amikor az ember egy olyan helyen dolgozik, ahol nagyon pörög a diplomácia, az én esetemben ez Londonban volt így, ott tényleg az van, hogy néha se szeri, se száma az ilyen különböző fogadásoknak, vacsoráknak, ebédeknek. Ezt, amit ön idézett, ezt én a londoni amerikai kollégámtól idéztem, aki egy még jobban befogott kollega volt, hiszen egy amerikai nagykövetet tényleg hívnak naponta nagyon sok helyre. Az ő naptárában reggelik, ebédek és vacsorák is be vannak táblázva. Ő mondta egyszer, hogy szerinte egy nagykövet az egy olyan ember, akit azért küldenek külföldre, hogy egyen a hazájáért. De ezt egy kicsit továbbfejlesztettük, ezt a mondást, amit én idéztem őt tulajdonképpen, és egy bajai újságíró egy jóval korábbi interjú során a bajai halászléfődés kapcsán mondta azt, hogy szoktam-e külföldön is főzni halászlét, és én mondtam, hogy igen, és akkor azt a címet adta a cikkének, emlékszem, hogy eszik a hazáért, főz a városért. Tehát a hír igaz, néha valóban túl sok a vendéglátási tevékenység, de ez nem élvezet egy idő után, ez része a munkának, de messze nem ebből áll a munkánk természetesen, és még egy dolgot talán hozzá kell tenni, hogy ezen alkalmakkor, fogadásokon, ebédeken, munkavacsorákon mindig dolgozunk. Valamit el akarunk élni, valamit meg akarunk magyarázni, valamit meg akarunk tudni a adott partnerünktől, akivel sokszor kerekasztal vagy fehérasztalnál ülünk le. Ezekről a beszélgetésekről sokszor jelentések készülnek, ezekből le lehet vonni következtetéseket, ezek segítik a magyar üzleti, kulturális, gazdasági, politikai érdekeket, tehát ezek nem öncélú tevékenységek, hanem mindig konkrét céljuk van. Egy másik vicces definíció szerint a diplomata az, aki úgy tud valakit elküldeni melegebb éghajlatra, hogy az a bizonyos illető alig várja, hogy indulhasson. Mit szól ehhez a véleményhez? Igen, hát ez egy kicsit vulgárisabb hasonlat már, van bizonyos valóság alapja. Különösen a régi diplomáciában, klasszikus diplomáciában volt ez így. Manapság már a diplomácia is változott, tehát nagyon sokszor nagyon konkrét dolgokról beszélgetünk, gazdasági, kulturális projektekről. De valóban egy diplomata, amikor a klasszikus diplomáciai tevékenységet véged, és főleg amikor nem tetszésének kell hangot adjon, mondjuk egy fogadó országgal meglevő kisebb polémia, hát viszályok a magyar diplomáciában nem nagyon fordulnak elő, de mondjuk be kell menni, és ott nehezményezni kell dolgokat, akkor ezt a diplomácia nyelvén tesszük meg, ami közember számára nehezen érthető és nehezen fejthető meg. Szépen mondjuk azt, amit határozottan nehezményezünk például, ilyen szófordulatokkal, hogy az én kormányom számára úgy tűnik, hogy az önök által vitt politika nem felel meg mindenben az európai normáknak. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk megelégedve az önök emberi jogi, egyéb más feltételeivel, de ezt természetesen a diplomácia burkolt nyelvén kell előadni. A partner, akivel beszélünk ezekről a kérdésekről, ő persze érti ezt, és tudja, hogy ez mit jelent a diplomáciában. Napjainkban is nagyon sok olyan diplomáciai jelzés érzékelhető a sajtóban, ami egy egyszerű újságolvasó ember számára lényegében nem jelent érdemi problémát, érdemi megjegyzést, de a diplomácia nyelvén néha ezek elég súlyos megjegyzések. Akkor kell tudni olvasni a sorok között. Igen, határozottan. Az, hogy kormányomnak nem érdeke, hogy az önök által vitt politika ilyen mélységben tovább folytatódjon, ez azt jelenti, hogy én felszólítottam mintegy a másik ország illetékesét, hogy ne folytassák ezt a politikát, hiszen nekünk vagy a mi szövetségeseinknek ez nem megfelelő politika.
Mennyire magas is ez a rang, a nagyköveti rang? Tehát az ember először lesz attasi, az alatt is van még valami, akkor titkár, tanácsos, hogy is van ez a rangsor? Igen, hát a magyar rendszerben diplomata az lehet, akit fölvesznek a külügyminisztériumba. Ehhez kell egy felsőfokú végzettség, lehetőleg szakirányú, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi jogi, jogi végzettség, közgazdasági végzettség. És legalább egy nyelvtudása, de manapság inkább több nyelvtudása. Ezek közül az egyik az angol, hiszen a legtöbb nemzetközi fórumon angolul kell beszélni. Nem állt, ha valaki tud még mellette franciául és vagy németül. És külön előny, hogyha valaki kis, úgynevezett kis nyelveket beszél. Én tudtam számos bajai diplomata kollégám, fiatalabb kollégám pályafutását azzal egyengetni, hogy amikor a körülbe különböző vezető beosztásokat töltöttem be, hogy ők tudnak egy úgynevezett kis európai nyelven, nem akarom a szomszédainkat bántani, hiszen a magyar sem sokkal nagyobb nyelv, de ez a szerb, illetve a horvát nyelv, és hát ugye tudjuk, hogy a volt Jugoszlávia területén ugye hány ország jött létre jelenleg, ezekben az országban mind van magyar diplomáciai képviselet, ezekhez mind kellene diplomaták, nagyon sok esetben olyan diplomaták, akik a helyi nyelvet is beszélik, nem merik csak angolul tudni mondjuk Szarajevóba, Bosznia fővárosába. És ilyenkor jól jön az, ha valaki tud szerbül vagy horvátul, vagy uram, bocsánat, szerb-horvátul, bár tudom, hogy ilyen nyelv ma már nincs. És ilyen alapon én úgy tudom, hogy több bajai fiatal is ezzel a nyelvtudással hát sikeres pályafutást visz végbe a külügyminisztériumban. Akkor én arra kérem, hogy mégiscsak nézzük végig ezt a rangsort, hogy hogy van ez a sorozat, amit én elkezdtem. Igen, hát az ember, amikor bekerül a külügybe, az ismert ugye nyelvtudás, felsőfokú végzettség, mint feltétel megvan, kell még egy felvételi vizsgát tenni, és ha van hely, akkor föl is veszik általában. Ekkor elindul a ranglétrán fölfelé, ha letette a külügyi vizsgát, akkor az én időmben még segédatasé beosztást kapott, ez már egy diplomáciai rang. Ezt úgy rövidítik, hogy segatasé, tehát ezen sokat mulatunk annak idején, úgy van beírva az embernek a különböző belső papíraiba, hogy seg.atasé, majd atasévá válik. Vannak kivárási idők, mint a katonáknál tulajdonképpen, alhadnagy, hadnagy, főhadnagy, alezredes, ezredes, őrnagy, vezérőrnagy, tábornok, stb. Ugyanez van a diplomáciában is. Az attasé után jön a harmadtitkár, másodtitkár, elsőtitkár. Ezek között mind van 3-4-5 év a kettő között, ha az ember jól viselkedik, akkor ezeket a rangokat megkapja. Majd jön egy nagy ugrás, amikor az ember tanácsossá válik. Ebből van másodosztályú és elsőosztályú tanácsos. Majd ha mindenki úgy akarja, akkor az illető megkapja a nagyköveti kinevezést. Ez már azt jelenti általában, normál esetben természetesen vannak kivételek, sőt elég sok kivétel van, de normál esetben az azt jelenti, hogy valaki a mondjuk 20 év diplomáciai pályafutás után válik nagykövetté karrier diplomataként, szakmai diplomataként. Ez már egy bizonyos tudást feltételez, egy bizonyos rutint feltételez. Ön 40 nagyköveti... vagy 44 éves volt, amikor megkapta a nagyköveti rangot? Igen, én a nagyköveti rangot 96-ban kaptam meg, amikor a külügy szóvivője voltam még, és akkor valóban ugye 52-es születésű vagyok, tehát akkor 44 éves voltam. Majd első nagyköveti beosztásom, tehát a nagykövetség, az nagyköveti ugye, titulus, az rangot is jelent, és beosztást is jelent. Kicsit olyan, mintha valaki tábornok a hadseregben, vagy a rendőrségnél, vagy a tűzoltóságnál, akkor az élete végéig tábornok marad, ha csak meg nem fosztják ettől a rangjától. Vagy ha valaki az egyházi hierarchiában mondjuk püspök, eléri a püspöki szintet, akkor püspökként hal meg. Ez így van a nagykövetekkel is. Tehát a nagykövet az egyfajta rangot jelent. Másrészt, ha az ember egy diplomáciai missziót vezet, nagykövetként van akkreditálva egy másik ország kormányához, államfőjéhez, pontosabban inkább államfőjéhez, akkor a beosztása is nagykövet. Tehát a nagyköveti rang mellett nagykövetként működik, misszióvezetőként. Mi a feladat a nagykövetnek? Ha jól tudom, akkor 4 feladatcsoportot határoztak meg. Hát ugye egy nagykövetség, és hát az élén a nagykövettel, aki egyébként mindenért felelős,
tehát nem csak fogadásokra jár és pezsgőzik és ebédel és vacsorázik, hanem a nagykövet a nagykövetség egyszemélyi felelőse, felelős a nagykövetség működéséért, a nagykövetség biztonságáért, mondjuk egy válságövezetben, ahol lőnek és becsapódások lehetnek, meg betörések, terrorista cselekmények, nem mindegy a biztonság, nagyon szigorú biztonsági előírások vonatkoznak minden nagykövetségre, ezeket be kell tartani és tartatni a nagykövetnek. De a nagykövet felelős a nagykövetség gazdálkodásáért is, az utolsó fillért is én írom alá, amikor kint vagyok nagykövetként. Tehát ezek a diplomáciai feladatok, mert nagyon sok adminisztratív feladata is van. Ha a diplomáciai feladatokra gondol, akkor a nagykövetnek alapvetően valóban 4 feladata van, de a többi diplomatának is lényegében, akik a nagykövet munkáját segítik. Az elsőt talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy képviseli az országát. A jelenlétével. A jelenlétével, a megjelenésével, például amikor a királynő születésnapján Nagy-Britániában adnak egy fogadást, ez a Trooping the Colour, ez egy nagy ceremónia, akkor ott a jelenlétével mutatja azt, hogy mi az adott országgal jó viszonyban vagyunk. Erre nem illik nem elmenni egy ilyen meghívásnak, nem illik nem eleget tenni. Ha az ember nem megy el egy nemzetünnepi fogadásra mondjuk, akkor ezzel jelez mintegy a fogadó országnak, vagy annak az harmadik országnak, amelyiknek a rendezvényére hívták. Tehát ha Magyarország mondjuk éppen nincs jóba valamelyik olyan afrikai, vagy közel-keleti, vagy arab rezsimmel, amivel egyébként nem csak Magyarország, hanem általában a nyugati közösség, az Európai Unió többi tagállama sincs éppen jóba. Ilyen volt például az iráni ugye, atomfegyverkedési program kapcsán a különböző feszült viszony esete, akkor a nagykövet a jelenlétének az elhagyásával is tud jelezni. Tehát azzal, hogy én nem megyek el egy fogadásra, hanem csak a helyettesemet küldöm, a diplomácia finom eszközével jelzem, hogy nem annyira szívélyes a viszony jelenleg a két ország között, mint amilyen lehetne. Ők, ha ezt odafigyelnek, és odafigyelnek, mert tudom, hogy én is odafigyelek erre, hogy kik jönnek az én rendezvényeimre, természetesen a meghívó fél ezt látja, és ebből hát vélhetően levonja a konzekvenciákat. Például egy ilyen fogadáson hazaírja az adott ország nagykövete, hogy az Európai Unió helyi nagykövetségeinek a nagykövetei távol létükkel tüntettek az én kormányom politikája ellen. Csak alacsonyabb rangú diplomatákat küldtek, vagy éppen senkit. Én úgy tudom, viccesen fogalmazva, az ön feladatai közé tartozik a tévénézés is, de természetesen nem a kedvenc sorozatokról van szó, igen, hanem ez az a bizonyos feladatcsoport, hogy tájékozódik és tájékoztat. Pontosan, ugye? Nagyon jól fogalmazta meg. Minden diplomatának feladata az, hogy egyrészt tájékozódjon a fogadó ország, tehát annak az országnak a történéseiről, ahol éppen dolgozik, az én esetemben, hogy ez mondjuk Nagy-Britannia, Hollandia, Svédország, USA és ugye Bagdad, Irak volt. Ez azt jelenti, hogy minden törvényes eszközzel lényegében nyomon követi, hogy az adott országban mi történik, milyen politikai pártok működnek, azoknak mi a programja, mi várható a választásokon, az adott ország kormánya milyen politikát folytat, az adott ország sajtója hogy viszonyul a különböző ottani jelenségekhez, milyen az adott ország menekültügyi politikája, például a bevándorlás politikája, ez egy napi aktualitás, hiszen tudjuk, hogy ma Magyarországon napirenden van ez, hogy most akkor bevándorlók jöjjenek, ne jöjjenek, gazdasági bevándorlókat szívesen fogadunk, nem fogadunk. Ha gazdasági bevándorlókat nem nagyon szívesen fogadunk, akkor a menekülteket, a politikai menekülteket vajon fogadjuk-e, vagy nem fogadjuk. Tehát ez minden ország figyeli a másikat egy kicsit, és igyekszik tájékozódni. Arról is tájékozódunk, hogy hol lehet az adott országgal magyar bilaterális kapcsolatokat építeni. Tehát hol van nyílnak olyan gazdasági lehetőségek, hol nyílnak olyan turisztikai lehetőségek, amelyek ezt lehetővé teszik. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Szeretnénk, ha mondjuk az északi hideg reumás országokból minél több beteg, reumás beteg jönne a magyar gyógyfürdőkbe, hiszen Magyarországon a gyógyvizek ugye tökéletesek és nagyon jó az ellátottság. És azért szeretnénk, ha a fogadó ország
társadalombiztosítási hatóságai fizetnének ezért az illető állampolgároknak, hogy ő külföldön gyógyfürdőkben kurálja magát. Egy nagykövetségnek, annak a gazdasági attasénak például lehet feladata az, hogy fölmérje, hogy az adott fogadó ország, mondjuk a svédek, a svéd társadalombiztosítás, a svéd STK, ha úgy tetszik, milyen mértékben finanszírozza egy reumás svéd állampolgár magyarországi gyógyfürdőzését. És ha rájövünk, hogy nem finanszírozza eléggé, de mi szeretnénk, akkor elkezdünk lobbizni. A diplomácia eszközeivel igyekszünk előmozdítani az ország promóció érdekében, a magyar turizmus promóciója érdekében, hogy az adott ország társadalombiztosítása finanszírozza minél szélesebb körbe a magyarországi gyógykezelést. Még a másodikat kiegészítendő, hogy a tájékozódik, arról beszéltünk, amikor a fogadó ország helyzetéről tájékozódunk, a másik a tájékoztat egy nagykövet vagy egy diplomata. Ez azt jelenti, hogy az állomás helyén az ő politikai, külügyi, vagy bármilyen más sajtó kapcsolatait tájékoztatja azokról a fejleményekről, amik a saját országában, jelen esetben Magyarországon történnek. Tehát elmagyarázzuk, hogy Magyarországon mi mit jelent, mi miért van, Magyarország miért szép ország, miért jó ország. Nem kemény politikára kell gondolni mindig. Például Magyarország miért jó a befektetések szempontjából, mert vannak autópályák, van jó munkaerőnk, Magyarországon viszonylag alacsonyak a bérek, bár nem a legalacsonyabbak, és mi is szeretnénk, hogyha kutatási és egyéb tevékenységet is hoznának. Tehát ez a tájékoztatás a második pontnak a második része. A harmadik része, a harmadik tevékenység az ország promóció. A magyar érdekek elősegítése külföldön. Három területet hadd mondjak. A magyar politikai érdekek érvényesítése például. Talán ennél kézzelfoghatóbb a magyar gazdasági érdekek elősegítése, a magyar cégek piacra jutásának a segítése, a külföldi tőke Magyarországra vonzása. Ez különböző programok, projektek révén érjük el általában. További ilyen tevékenység a kulturális promóció, amikor a magyar kultúrát visszük ki, és a magyar kultúrán keresztül igyekszünk az ország megítélését javítani, elősegíteni. És hát beszéltünk a turizmusról, többek között a gyógyturizmusról, vagy a vadászati turizmusról, vagy manapság Baján is aktuális a bicikli utakat elmagyarázni. De hát később beszéltünk, hogy a diplomácia és Baja hogy jön össze. Nagyon sok lehetőség adódik valóban itt is. És a negyedik tevékenység, amit minden misszió végez, ez a konzuli segítségnyújtás, a konzuli érdekvédelem. Nagyon egyszerűen a külföldön bajba jutott magyar állampolgárok segítése. De ide tartozik az, hogy valakit letartóztatták, elhagyta az útlevelét, letartóztatták, beteg lett, de állampolgári dolgok, mint például az, amit az okmányiroda csinál, tehát igazolások kiadása, aláírás hitelesítés, házassági ügyek intézése, gyermek anyakönyvezése, útlevél kiállítása, ezeket mind-mind végzi egy konzulátus, és hát például Svédországban a legutóbbi állomáshelyemen 30 ezernyi magyar él kint, akik egy része határon túli magyar, tehát Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Felvidékről származtak el oda, de körülbelül a felük az Magyarországról tartózkodik kint Svédországba, és hát nekik vannak rokonaik, mindenféle állampolgársági ügyük, a könnyített állampolgárság révén egyre több határon túli volt román állampolgár, aki már svéd állampolgár lett persze, közben kéri el a magyar állampolgárságát is, hiszen lelkében és nyelvében ő magyar, kultúrájában magyarnak érzi magát. Ezeket mind-mind intézni kell. Én a svédországi kiküldetésem utolsó másfél-két évében több mint 200 embert eskedtem fel a magyar állampolgárságra, mint nagykövet, mint hivatalvezető. Nagyon megható dolog ez, amikor ez a konzuli segítés, az állampolgársági tevékenység segítése odáig jut, hogy az ember átadhatja neki a magyar állampolgárságot. Akkor most már megtudtuk, mit dolgozott külföldön. Térjünk vissza a kezdetekhez. Ön ugye itt Baján járt általános iskolába, itt végezte el a középiskoláját egy angol tagozatos osztályban. Mit adtak önnek ezek az évek? Össze lehet ezt foglalni néhány gondolatban? Hát én talán azt mondanám nagyon általánosan, hogy Baja egy jó hátteret adott nekem.
és nem csak nekem úgy látom, hanem a nemzetközi porondon és a világ színpadán nagyon sok bajai van, aki sikeres volt, sikereket ért el. Nem akarom magam nagyokhoz hasonlítani, de a Tűr Istvántól kezdve egészen napjainkig azért elég sokan Jelki Andráson, vagy Jelki Andrástól kezdve Tűr Istvánon át számos magyar volt sikeres nemzetközi síkon és területen. És az a tény, amiről beszéltünk az imént, hogy a körülyben is egyre több bajai és környékbeli diplomata van már vezető beosztásokban. Ez azt mutatja, hogy Baján van valami a levegőben. Egyrészt van egy nemzetiségi sokszínűsége a városnak, egy kulturális sokszínűsége, ami az embert fölvértezi a toleranciával, a kitekintéssel, az ember nem introvertált Baján, hanem extrovertált. Nyitottak vagyunk a többiek kultúrája, stílusa iránt, és ez ugye tovább fokozható a városon túl, az országon túl is lényegében. A másik dolog talán az, hogy Baján van egy nagyon jó oktatási rendszer, még mindig. Az én időmben ez kiváló volt, hiszen a harmadik Béla gimnázium, nem beszélve a gyakorlóiskoláról, ahol kezdtem annak idején, mint kisdiák, csak 4 osztályos volt annak idején, utána központi fiúba folytattam, ami már nem volt elitiskola, de az sem volt rossz tanulóhely. Majd a harmadik Béla gimnázium, engem fölvérteztek mindazon tudással, amit egy Budapest Egyetemmel megspékelve elégnek tartottam, és elégnek is bizonyult ahhoz, hogy a világ bármelyik pontján amerikai, brit, francia diplomatákkal azonos, stílusban, magaslaton és kapacitással meg tudjam állni a helyemet. Én soha nem éreztem azt, hogy a Harvardon végzett amerikai diplomata kollégám többet tudna, vagy jobban tudná dolgokat, jobban tudná a szakmáját. Én úgy érzem, hogy az itt kapott tudás, és az az egyetemi plusz még, amit az ember hozzátett, ez képesítette arra, hogy ellás ezt a fajta tevékenységet. Egy más kérdés persze, hogy az embernek van egy érdeklődési köre. Tehát engem már általános iskolás koromban érdekelt a külpolitika, a földrajz, a történelem. A gimnáziumban ez a nyelvek jöttek hozzá, ugye főleg az angol tagozat, ahol az ember megtanult angolul. És innen már egyenes út volt a nemzetközi kapcsolatok területe, ezen belül pedig a diplomácia. Édesanyja Sárosi Józsefné Ica néni iskolaigazgató volt. Volt-e az ő részéről egy ilyen fajta elvárás a gyereke felé, hogy mindenképpen értelmiségi pályára menjen, illetve volt egy nyomás, hogy egy teher a vállán, hogy ezt muszáj, hogy így csinálja? Ez egy érdekes kérdés, hogy az embert a szülei mennyire igyekeznek terelgetni, és úgymond hatni rá, vagy nyomás alá helyezni. Én úgy éreztem világéletemben, hogy édesanyám részéről nem volt rajtam ilyen nyomás, és a mai napig is ebben a hitben vagyok. De ha jól belegondolok, akkor azért volt egy ilyen indirekt irányítás. Tehát ugye egy gyerek szeret megfelelni a szülei elvárásának, és ő ugyan soha nem erőltetett semmit, de úgy finoman éreztem tőle, hogy minek örülne, ha én mit teljesítenék, vagy milyen irányba mennék el. Ő soha nem fegyelmezett vagy terelgetett, én magam alakítottam ki a magam érdeklődési körét. Emlékszem, hogy gimnazista koromban szinte egyedül arra ügyelt, hogy azért egyetlen tárgyból nem maradjak nagyon le, és sikerült is egy olyan 4,5-ös, 4,6-os átlaggal abszolválni a gimnázium különböző osztályait. De amikor az egyetemre való felvételre került a sor, akkor ő csak azt tudta, hogy én ilyen humán, gazdasági, nemzetközi vonalon szeretnék elindulni, hogy pontosan hol, merre, meddig, azt őt nem befolyásolta, vagy nem határozta meg számomra. Úgyhogy végül is én dönthettem el, hogy mit szeretnék csinálni. Tehát ő ott volt mindig a háttérben, ő segített, ő úgy terelgetett, örült mindig a sikereimnek, de soha nem voltam nyomás alatt konkrétan. Valószínűleg azért is volt ilyen szerencsés, mert akkor szívvel, lélekkel csinálhatta azt, amit végül ön választhatott. Igen, valóban, igen. Külön örülök, hogy végül is
mondjuk az a teljesítmény elég volt a pályán való elindulásod, amit az ember itt a gimnáziumi évek során nyújtott. Valóban időnként kellett tanulni, de azért én úgy emlékszem, hogy gimnazista korunkban elég jól is éltünk itt Baján. Tehát nagyon jó társasági élet volt, Romulus, Kinsz, ugye rendszeresen mentünk bulizni, táncolni, iskola után a lányokkal itt a sugóparton a lépcsőn ücsörögtünk, néha ez ugye estékbe hajlóan tartó barátkozásokká alakult át. Tehát én nem emlékszem arra, hogy nekem nagyon nehéz lett volna összeszedni azt a tudást, ami a pályámhoz kellett. Valóban, amit ön mond, ez belejátszhatott, hogy amit választottam, azt szerettem csinálni, és úgy jöttek a dolgok. Tehát amikor időm volt, akkor elolvastam a történelemből, amit el akartam. A térképeket rendszeresen bújtam, a mai napig is az egyik hobbim. A család meg akar lepni valami olyan dologgal karácsonyra mondjuk, ami nekem is tetszik, akkor általában egy térképet kapok valamiről, és az engem kielégít maximálisan. De nagyon szeretem olvasni simán az autót, nézegetni az autótérképeket is. Most legutóbb a megyei matricák kapcsán volt éppen, hogy hol vannak a megyehatárok vajon. Ezzel kapcsolatban is egy sztorim, hogy talán az egyik kollégámmal utaztunk haza egy tárgyalásról valamikor 2002-2003 körül Izraelből. És a repülőgép egy osztrák légitársaság gépe, Izraelből jöttünk és Bécsbe szálltunk le. És hát én rendszeresen szeretek lenézni, amikor ugye le lehet látni, nincsenek felhők. És hát figyeltem, hogy körülbelül hol lehetünk. És mondom a kollégámnak, aki kezdett már elszundítani mellettem, hogy te mondom, figyelj, mindjárt a magyar határnál leszünk. Azt mondja, hát azt honnan tudod? Mondom, hát te lenézel, itt van egy érdekes alakú tó. Azt mondja, tényleg? Milyen tó? Hát mondom, a Palicsi tó. Ami ugye itt van Szabadka mellett. Én tudtam, hogy a Palicsi tó környéken lehetünk, és tudtam a formájáról, hogy ez a Palicsi tó. De a kollégám ilyen bután nézett rám, hogy ez teljesen meg van hibbanva, hűlve, Palicsi tó, mi ez egyáltalán. Akkor Bécsbe leszálltunk, és ugye a gépkocsival a pilótám jött ki értem, és jöttünk haza, akkor elővettem az autótérképet, és mutattam neki, hogy látod, itt ezt a tavat? Ezt mutattam neked, a Palicsi tó. Tehát nekem mondjuk volt egy ilyen extra földrajzi érdeklődésem, ami a mai napig megvan. Én élvezem azt, amikor különleges tájak fölött repül el az ember, és különleges országokat láthat, legyen az egy bangladesi mocsár, vagy egy Himalája fölött való átrepülés. Ez mind-mind nagyon érdekes. Vagy az Andok fölött éppen átrepülni, vagy az Amazonas fölött repülve, nézni a folyónak a kanyargását, ezek mind nagyon élvezetesek.